Üdvözlök mindenkit, Necrotrim vagyok, jöjjön, hogyan játszunk Rhino-val, avagy a Rhino-nak visszanőtte a töke című történet. Miért mondom ezt? Hát aki nagyon régen játszik Warframe-vel, az tudja, hogy valamikor ha a Rhino egyet dobantott, akkor megnyílt az univerzum, fekete lyukat keletkeztek, és meghalt mindenki a környéken, és emiatt a játékosok csak Rhino stompolták az egész tejútrendszer gyakorlatilag, és már romba dömdötték a teljes Warframe univerzumot, mert Rhino stompal mászkált mindenki, és hogy a Rhino milyen über brutál tank karakter. Úgyhogy a Gidics a legszerűen egyszer csak így levágta, tudjátok, így azt a nagy kilógó izét így levágta valójában, és azért kapta ezt az új skint, mert hogy ne lássuk, hogy levágta, értetted? És akkor a Rhino-t nerfölték kétszer is, és addig jutott, hogy a 2000-es damage ultiából csak 800 lett, így aztán a Rhino az erőtank karaktere szerepe elveszett egy kicsit, és így pislogott mindenki, hogy de szomorúak vagyunk, viszont ezzel új lehetőségekre nyitották meg a Rhino-t, és azt majd a modolásban is megmutatom. Viszont, mivel hogy a Rhino elvesztette azt a solo survivor, azt az igazi survivor karakterét, mondjuk így, emiatt ugye, emiatt erősítették fel a Valkürt annó, mielőtt megkapta volna most megint ezt a debuffot a Valkür is, és felerősítettek a Valkürt, hogy a játékosok egy kicsit húzódjanak a kis ronda kislány felé is. Egy picit, ne csak Rhino, így is nagy csata alakul ki a kezdőbbek környékén, hogy Rhino vagy Valkür, hát elárulom srácok, egyik se igazán jó korpusz ellen, oké? Okay? Tehát Rhino vagy Valkür, mind a kettő szar korpusz ellen. Mit viszel korpusz ellen? Excaliburt! Vagy meget, vagy voltat, mit tudom én. De a Rhino például jó tank karakter, Valkür jó tank karakter, csak egyszerűen megfekszenek a korpusztól. Tehát így hagyat vágják magukat. Na, de attól függetlenül a Rhino egy kurva jó karakter lett, és új lehetőségek nyíltak előtte ezzel, hogy levágták egy kicsit a tökét, egy kicsit átszabályozták a játékosok a Rhino-t, és inkább egy ilyen crowd control, egy tömegszabályozó szerepe lett neki, de viszont abban annyira kiváló, és olyan szintű csapat segítséget tud nyújtani a Rhino, hogy úristen, tehát nagyon jó helyzetekre, szituációkra, defense-re, survivor-re, mobile defense, bármire elviheted a Rhino-t, mert egyszerűen fantasztikusan csinálja a szerepét, és ez a nagyszerű benne. És most, hölgyeim és uraim, hogy tehát tudjuk, a crowd control működik, fogjátok is látni a modolást, viszont ám ugye most kihoztak egy új augment modot gyakorlatilag, és ez az új augment mod, az Perintől vehető ki, azt hiszem. Itt van, Reinforcing Stomp, itt van, kihozták ezt az új augment modot, Perin sequence-nél ki lehet venni, és ez azt csinálja, hogy a kettes képességre, tehát hogyha ultizol egyet, akkor a kettes képességre visszatölt Iron Skint gyakorlatilag. És ahány ellenfélre van hatással az ultid, annyi Iron Skin kapsz vissza gyakorlatilag. Tehát Rhino's Lament, Iron Skin Health is replenished by 84 each enemy effected. Tehát 80-at visszakapsz az Iron Skinedre, ahány ellenfélre vagy hatással ezzel az Iron Skinnel. Hú, hát ez jó hangzik, igaz? Tehát ez nem egy rossz dolog, az az igazság. És úgy egész jól építgeti fel az Iron Skint. Viszont ezzel, hogy ez kijött az augmentot, lehetőséget kaptunk, hogy visszahozzuk egy kicsit a Solo Rhino buildet. Viszont a crowd control-os buildem, ez még jobb, ez az augment mod. És most egy kicsit a buildet, tegyük fel a modolást egy kicsit e köré is helyezzük. Az igazság az, hogy bármennyire jó ez az augment mod, nagyon hosszú távon akkor sem ez lesz az, ami megvédi a Rhino-t attól a szólósabb modolástól, hogy így mondjam. Na, rá is térk a lényegre, nem akarom nagyon húzni az eszeteket, az agyatokat. Itt próbáltam letesztelni egyébként a videó terén, amit láthatjátok, próbáltam letesztelni, hogy működik ez az augment mód. Igazán, csak olyan kevés ellenfél jött, hogy egyszerűen szerettem volna bennmaradni tovább egy óránál, csak már nem jött ellenfél, és nem volt life support. Na mindegy. De az igazság az, hogy úgy nem rossz. Na, modolás.
Upgrade. Az első módolás, tehát térjünk rá, így ne is lássatok semmit így. Az első módolása, a crowd control modolás, és semmi extra, egy standard crowd control modolás, és most már az új augment moddal, a reinforcing stomp-pal. Ezelőtti augment módom az a Iron Clad Charge, nem, hülyeség, Piercing Roll, nem a Piercing Roll, vagy Iron Sharpener, igen. Na, ez volt az ezelőtti, a Reinforcing Stomp helyett. Ez se rossz, az alacsony szintű enemiket megölöd, mert csak 40% Power Strength-ed van. De a Reinforcing Stomp-al így gyakorlatilag mindig visszaépíted egy kicsit a gyakorlatilag az armorodat, a kettes képességet, az Iron Skin-t, ez igazából jobban jön, mint egy kis extra damage, hogy úgy mondjam. Úgyhogy ez a build így, ahogy van, ez elképesztő tömegszabályozás és elképesztő túlélési lehetőségeket ad a csapatnak. Viheted ezt a buildet raid-től kezdve akármelyik raidre, és nagyon-nagyon-nagyon megállja a helyét. Ez egy ilyen tök jó standard crowd control build a Rhino-nak, és most már az új Agnes mondta a Reinforcing Stomp-al. Nagyon erős. Ajánlok például a kezébe erre a buildre a Rhino-nak egy tankort, mert akkor a tankor kihelyettes az ultiát a Rhino-nak, tehát egyet dobbant, azt nem halnak meg, de megállnak a levegőben neked, és kényelmesen középülsz a tankorral, vagy bármilyen nagyható távú fegyverrel, ami nagyot robban, és tömegesen öli az enemit, és így kihal a fél pálya gyakorlatilag. Na most a következő build-en a Solo Survivor build, igazából nincs szükség rá, hogy legyen egy ilyen build-en, de poénból csináltam egyet, és csak azért, hogy kipróbáljam, hogy hogy működik ez az augment mód, és igazából tehát a videón is látottátok, 55 percnél már ki kellett jönni, tehát bírta volna tovább is a Rhino, de akkor is favorizálom inkább a tömegszabályozós buildet, ha egy Survivorról van szó, de ez csak egy olyan poén build, csekkoljátok le, van némi erő, csak úgy miért ne, az ultia úgyse nagyon hasznos, és ami a lényeg ebben a buildben, azon kívül van egy csomó armor, az Iron Sharp-nál, ami engedélyezi, hogy a kettes képességet kimbe kapcsold akkor, amikor akarod, és nem beszélve arról, hogy egyet így robban, és amikor kikapcsolod, ellöp az ellenfeleket. A Reinforcing Stomp az új augment mód, hogy szorult helyzetekben kicsit tud segíteni, de tudjátok, nagy szinten már nem igazán. Nem, tehát a nagy szinten akkor is az Iron Sharp-nál augment mód az, ami így kihúzott a szarból. A Reinforcing Stomp az úgy néha úgy meg tudta csinálni, amit meg kellett csinálni. És van itt egy olyan, hogy natural talent, de megnézem, hogy ó, jaj, de jó. Na, van itt egy olyan, hogy natural talent, oké? Ez is nagyon kell neki. Tehát a Solo Survivor build-be a natural talent nagyon kell neki. Az az igazság. Egy streamnál, hogy legyen egy kis effektivitás, de értelemszerűen zenurik iskolával használom, és ebben az esetben, mert a videóban lehetően kifigyelt az energiaszintem, ebben az esetben nagyon kell a zenurik iskola és a flow a Rhino-ba, és egy streamline, és ha neked úgy van modolva, akkor a fleeting expertise, csak már nekem nem fér bele, mert tehát változtattak a buildem, blablabla, vagy fleeting expertise energiaeffektivitásért, mert hogy nagyon szívják az energiát, egy nagyon magas szinten, nem akarja engedni a játék, hogy bent tudj maradni bárhol is vagy, és hogy nagyon sokáig vagy, nagyon-nagyon-nagyon nehezen akarja, hogy benne nem dobnak life supportot, szívják az energiádat, és zenurik flow, vagy primate flow, egy streamline, vagy fleeting expertise nagyon kell, és a natural talent az kötelező ebben a buildnek az esetében, de mindenki úgy csinálja, hogy akarja, de ezt a buildet olyan szeretettel ajánlom, gyerekek, és a Rhino az igazi tank karakter lesz újra, ha úgy tetszik, tehát visszanő a töke, és ez a Reinforcing Stomp egy kellemes frissítés a Rhino vérvonalba, hogy egy kicsit jobb legyen, egy kicsit erősebb legyen a Rhino, úgy visszahozzák az élményt, amivel le lehet játszani. Srácok, ennyi lett volna egy Rhino videó, ossza meg mindenki, mik a tapasztalati vele, bildet, anyám kényját, és stb. Köszönöm a figyelmet, következő videóig, sziasztok!